Halmosi Sándor, Szentmártoni János, Lajtos Nóra vagy Vég Attila. Csak néhány név azon költők és írók közül, akik rendhagyó irodalomórájukkal nyomot hagytak a Máté Szalkai gimnázium diákjaiban. Kürti László 10 éve szervez ilyen különleges órákat, azóta 25 költő látogatott el az intézménybe. Főként az ő portréikból állt össze a gyűjtemény, amelyet először vándorkiállításnak terveztek, de most úgy tűnik, állandó dísze marad a gimnázium falának. Tudjuk azt, hogy nehezen olvasnak a gyerekek is, és elvesznek a számítógép a telefon világában, és ezért is szeretnénk azt, hogy igen, nap mint nap lássák, és kimozduljanak ebből a világból, és olyan külső ingerek érjék őket, amelyek majd arra sarkolják, hogy olvassanak verseket, és a mai irodalmat is olvassák. Van József Attilánk, van Adink, ez is tiszta sor, de azért a mai költőink is olyan magasságból tudnak lépni, ami számunkra mondani valót tartalmazhat, vagy tarthat. A Versmaraton című irodalmi rendezvényen készült fotósorozat olyan momentumokat örökít meg, amikor a költő a versét épp felolvasni, elszavalni készül, a várakozás feszült pillanataiban él, vagy már túl van az előadáson. Babérkoszorú díjas költők portréi is láthatók, és közös bennük, hogy részt vettek a Költők egymás közt című sorozatban, így a diákok testközelből ismerhették meg a kortárs irodalmárokat. Közben azt tapasztalhatjuk, hogy miközben váltják, adják a kilincset egymásnak a költők, akkor viszonyítgatnak, hogy mondjuk egy Kukorelihez képest mondjuk a Kemény István milyen. A szöveg koncentrált-e mondjuk a költő, vagy egyébként egy nagyon nagy showman mellette, még mint ahogy például a Turci Pista. Szóval sok ilyen tapasztalat egymásra rétegződik, és az nagyon klassz, amikor érettségi körül pedig tapasztalják azt, hogy mondjuk írásban, vagy éppen a közép- vagy felsőfokú, tehát emelt szintű érettségiken is visszaköszönnek ezek a nevek, tehát találkozik valójában újra a szerzővel. Az Esze Tamás Gimnázium egy az ország tehetségpontjai közül, ezért feladatának tekinti, hogy egyben kulturális központ is legyen.